Ez itt a Color TV híradója, Kazincz Barcika és a térség legfrissebb információival. A stúdióban várja Önöket Demeter Dia. Köszöntöm Önöket április 26-án, lássuk a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Elismerték az eredményes rendőröket és rendészeket. Állománygyűlést rendezett a Kazincz-Barcikai Rendőrkapitányság és a Kazincz-Barcikai Önkormányzati Rendészet. Tanácskozás. Munkaterv szerinti ülést tartott Kazincz-Barcika város önkormányzatának képviselőtestülete. Óvizsgála. Több száz óvodás mutatta be tehetségét az Egresiben. Állománygyűlést rendezett a Kazincz-Barcikai Rendőrkapitányság és a Kazincz-Barcikai Önkormányzati Rendészet április 20-án a Mezze István Művészeti Központban a rendőrség napja alkalmából. A Kazincz-Barcikai Rendőrkapitányság állománygyűlésén előbb Boros Géza énekművész produkcióját hallgathatták meg a résztvevők, majd Szitka Péter, Kazincz-Barcika polgármestere mondott köszöntő beszédet, amelyben arra biztatta az állományt, hogy a jövőben is folytassák magas színvonalú munkájukat, melyben természetesen minden segítséget megkapnak majd mind az önkormányzattól, mind pedig a helyi rendészettől. Ezután Kazincz-Barcika város önkormányzatának nevében jelképesen is átnyújtottak egy szkennert és egy táblagépet. A programon a Dózsa György tagiskola tanulói szavaltak, majd az ünnepi köszöntőt követően elismerő okleveleket osztottak ki több kategóriában. A rendezvényen részt vett Szaniszló János, a Kazincz-Barcikai Járási Hivatal vezetője, dr. Mecser Tamás, rendőrezredes, főtanácsos, dr. Toldi Tóth Gábor, a Kazincz-Barcikai Rendőrség vezetője, dr. Márton Csaba, a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint több környező település polgármestere. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal, Kazincz-Barcikai Járási Hivatala az évrendőre a Kazincz-Barcikai Járásban kitüntető címet adományozott. Vezetői kategóriában Andó László rendőrszázadosnak, a Sajó-Szentpéteri rendőrös megbízott parancsnokának, bűnügyi kategóriában Kriston Pál Katalin rendőrőrnagynak, a vizsgálati osztály vizsgálójának, rendészeti kategóriában Új Gábor rendőrfűtős zászlósnak, a Sajó-Kazai rendőrös rendészeti csoport körzeti megbízott. A Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány Tóth Attila rendőrtörzszászlóst, Balla Tamás rendőrzászlóst, Kacsándi Ádám rendőrtörzsőrmestert munkájuk elismeréséért tárgyutalomban részesítette. Dr. Toldi Tóth Gábor, a Kazincz-Barcikai Rendőrkapitányság vezetője érdeklődésünkre az elmúlt évet értékelte. A Kazincz-Barcikai Rendőrkapitányság a tavalyi évet rendkívül eredményesen zárta. Az objektív számokat tekintve azt tudom elmondani, hogy a bűncselekményi számok valamennyi kategóriában csökkentek, jelentősen csökkentek. 2010 óta a legalacsonyabb számokat tudtuk produkálni. A kapitányság tevékenységét egy bonyolult értékelési rendszer alapján kivételésre értékelte az előjárónk, illetve az önkormányzati értékelések kapcsán a Kazincz-Barcika városa a Kazincz-Barcikai Rendőrkapitányság tevékenységét az országban legmagasabbra értékelte. Tehát én úgy gondolom, hogy egészen kiváló évet zártunk, és hasonló jó évet kezdtünk egyébként az idén, az első negyedéves mutatók ugyanilyenek. Az ünnepi állománygyűlés végén adták át az Anga András emlékplakettet, melyet idén Tündik Csaba, rendőr alezredes, a bűnügyi osztály vezetője vehetett át. Ez pedig már az önkormányzati rendészet által megrendezett állománygyűlés, ahol előbb Vince Csaba, az önkormányzati rendészet vezetője köszöntötte a megjelenteket, köztük Szitka Péter polgármestert, Klimon István alpolgármestert, dr. Toldi Tóth Gábor városi rendőrkapitányság vezetőt és dr. Vereckei Csabát, a megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét. A rendészeti vezető prezentációt tartott a jelenlévőknek, melyen a megalakulásuk óta eltelt időszak eredményeit és fejlesztéseit mutatta be. Ezután Szitka Péter köszöntötte a megjelenteket. A városvezető beszédében kijelentette, a városi képviselőtestület eredményesnek ítélte a rendészet munkáját, és ahhoz a támogatást a jövőben is biztosítani fogja. Szitka Pétert követően dr. Vereckei Csaba szólt a rendészet munkatársaihoz. A megyei rendőrfőkapitány örömét fejezte ki, hogy a Kazincz-Barcikai rendészet állománygyűlésén jelen lehet, mint mondta, a megalakulás óta érdeklődéssel figyeli a szervezet munkáját. A Kazincz-Barcikai Önkormányzati Rendészet idén második alkalommal rendezi meg évértékelő és feladat meghatározó állománygyűlését.
Ennek elsősorban az a célja, hogy értékeljük a kollégák előtt az elmúlt évet, számot adjunk arról, hogy min mentünk keresztül, milyen tevékenységet végeztünk, és ez elsősorban nem a számadatokról fog szólni, hanem arról a folyamatról, amelyen a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet az elmúlt évben keresztül ment. Szeretnénk néhány gondolat erejéig útmutatást adni a kollégák felé, hogy melyek azok az elsődleges feladatok, amelyek ebben az évben ránk várnak, melyek azok a fontosabb területek, amelyek ellenőrzést, feladatot kívánnak tőlünk, illetve odafigyelést várnak el a személyi állománytól. Vince Csaba stábunk érdeklődésére elárulta, az önkormányzati rendészet állománygyűlésének célja egyrészt az elmúlt év értékelése, másrészt a következő év feladatainak meghatározása volt, amelyben elsődlegesen a szakmai állomány ismereteinek bővítése lesz a fő cél. Munkaterv szerint ülést tartott Kazincbarcika város önkormányzatának képviselő testülete április 26-án. A tanácskozáson a városatyák döntöttek többek között a civil szervezetek és a sportegyesületek pályázati úton történő támogatásáról és a Color Fund pályázati alap meghirdetéséről is. Az ülésről bővebben május 2-án szerdán 18 órától testületi napló című műsorunkban szólunk. Idén is megemlékeztek Egressy Bénire, a város híres szülöttére Kazincbarcikán április 22-én. Az évfordulón a zeneszerző emlékoszlopának megkoszorúzásával emlékeztek a Kazincbarcika alsói református templom kertjében. Az ünnepség a himnusszal, majd Boros Géza énekművész produkciójával kezdődött. Egressy Béni 204 évvel ezelőtt, április 21-én született Sajó Kazincon, majd a Kazincbarcikai alsói református templomban keresztelkedett meg. A templomkertben található Egressy Béni emlékoszlopnál Kazincbarcika város önkormányzata és a Barcikart Kft., az Egressy Béni városi könyvtár és a református egyházközség képviselői helyezték el az emlékezés virágait. Az eseményt Boros Géza előadásában a nemzeti dallal zárták a résztvevők. Idén is megrendezték az Ovis gálát az Egressy Béni Művelődési Központ színház termében április 25-én. A rendezvényen több száz gyerek lépett színpadra. A Székhely óvoda ritmikus gimnasztika csoportos gyakorlatával indult az Ovis gála az Egressy Béni Művelődési Központ színház termében. A gyerekek minden évben szórakoztató műsort adnak társaiknak, szüleiknek, rokonaiknak. Kálmán Judit óvodapedagógus úgy fogalmazott, mindig nagy öröm a készülődés a már évek óta megrendezésre kerülő gálára, melyet az Irodalom Munkaközösség tagjai szerveztek. A kazincbarcikai összevont óvodák szervezésében kerül megrendezésre az idén ismét az Ovis gála, mely egy kulturális bemutató, ahol tagóvodái gyermekei vesznek részt. Ezt az Ovis gálát az Irodalom Munkaközösség tagjai szervezték a Barcika Art munkatársaival együttesen. A produkció nagyon színes lesz, én, mint a színes ecset, a kék ecset bátran állíthatom, mert én leszek a műsornak a vezetője, és így nekem már tudomásomra jutott a gyermekek produkciója, amelyekben szerepelnek egyéni tehetségígéretek, csoportos műsorszámok, például népidalos játékok, mesedramatizálás, és ugye a szivárvány minden színeiben fog pompázni ez a produkció. A kicsik több hétig készültek a fellépésre, amit a szülők, a nagyszülők és a meghívott rokonok óriási tapsal jutalmaztak. Az Ovis gálán hagyomány az is, hogy nem csak a gyerekek szerepelnek, hanem az óvodapedagógusok is. A rendezvényt vidám zenével egybekötött buborékfújás zárta, melyet az óvónénik előadásában tekinthettek meg a résztvevők. A hagyományőrző műsorra idén is sokan voltak kíváncsiak, a színházterem nézőtere teljesen megtelt. Kazincbarcikára is megérkezett a Mozgó mozi április 22-én. Az egésznapos élmény az Egressy Béni Művelődési Központban várta a mozi kedvelőket, ahol popcorn és 3D szemüvegek garantálták a jó hangulatot. A családi programon kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták az érdeklődési körüknek megfelelő filmet vagy éppen mesét, hiszen a lista elég széles.
Mesék, romantikus, akció és kalandfilmek, vígjátékok közül választhatott a közönség. Sipos Kornéla mozgómozi kitalálója és tulajdonosa éppen ezért 4 évvel ezelőtt megálmodta és létrehozta a mondhatjuk, hogy vándorcirkuszhoz hasonló mozgómozit, mely a mozizás élményét szeretné eljuttatni minél szélesebb közönséghez. Olyan kisvárosokat keresnek, ahol a legközelebbi napi szinten működő mozi legalább 40 kilométerre van, így elkerülik a konkurenciát. Az adott város adja a helyszínt, művelődésház, közösségi ház, míg ők szállítják a filmeket és a technikát. Kaland címmel jótékonysági tárlat nyílt Balogh Elemér címfestő munkáiból április 20-án a Don Bosco Sportközpontban. A Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárainak előadásával kezdődött Balogh Elemér kiállításának megnyitó ünnepsége. Az eseményen először Sajó Attila, az intézmény kulturális menedzsere köszöntötte a meghívott vendégeket, majd Szabó Zsolt igazgató hangsúlyozta, az intézmény kollektívájának régi vágya vált valóra azzal, hogy a sport mellett a kultúrának is teret adhatnak az épület aulájában, majd az alkotó életéről szólt. Szatmári származású fiatalemberként, de idestóban 62 éve él már a városunkban, dolgozott ő a VVK-ban, címfestőként ez neki a becsületes szakmája, azt majd a Borsodi Hőerőben dekoratőrként, aztán egy véletlen vagy nem véletlen, de közös munka folytán megismerkedett Mezei Istvánnal, akit talán senkinek nem kell bemutatni. Nagyon sok közös munkájuk volt ezután a 80-as évektől kezdve, és ahogy telt múlt az idő, megismerkedett későbbi leendő feleségével, akivel már most 18 éve boldog házasságban él. A művész ma már nyugdíjas, szívesen festeget, főként tájképeket készít. Maga az egész kiállításnak az ötlete és maga az alap, tehát az indulás egy közös produkció, tehát a kultúra központnak, sportközpontnak az igazgatója, és én, ugye már voltunk ilyen kiállítás, tehát szerveztünk a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium részére, ezelőtt 2 évvel, és onnan jött az ötlet, hogy jövünk tovább. Ugye ez a kiállítás jótékony célú, azon kívül, hogy megmutassuk a képeket, a természetet, mert a természetbarát vagyok, szeretem a valóságot ábrázolni, egy kis túlszínezéssel, de elfogadható, és így gondoltuk azt, hogy segítünk a nagybarátai csecsemő otthonnak. Mint mondta, nagyon szereti a gyerekeket, éppen ezért a képeket eladásra kínálja, és a bevétel felét a nagybarátai csecsemő otthonnak ajánlja. A kiállításon közreműködött a művész lánya, aki a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendéke és az intézmény diákjai, valamint pedagógusai is. A tárlatot május 15-én nézhetik meg a művészet iránt érdeklődők. Pap Cecília festményeiből nyílt kiállítás a Gimi Galériában április 19-én. A Varázslatos Természet című tárlat május 14-ig látogatható. Vízesés, erdő, kismadár, színes volt a paletta a Gimi Galéria soron következő tárlatán, melyen ezúttal Pap Cecília festőművész és illusztrátor mutatkozott be. A megnyitó ünnepségen először Petróci Gábor, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatója mondott köszöntőt, majd Angáné Nagy Anita tárlatvezető, a művész barátja beszélt az alkotó életútjáról, majd a kiállított munkákat a közönség figyelmébe ajánlotta. Számos kitüntetés és díjbüszke tulajdonosa, 8 alkalommal díjazták szakmai munkásságát, festményeit eddig 250 alkalmat meghaladó hazai és nemzetközi kiállításon mutatták be. Az eseményen elhangzott, Cecília műszaki rajzolóként végzett, festészeti tanulmányait magánúton sajátította el, képei számos külföldi intézmény falát díszítik. Pap Cecília Ózdon él, tagja az Országos Képző és Iparművészeti Társaságnak és a Független Magyar Szavonnak is. A festőművész szívesen dolgozik akrillal, olajjal és akvarellel. Mint mondta, a Gimi Galériában először mutatja be munkáit, amiket május 14-ig lehet megtekinteni. A tárlat megnyitóján közreműködött
a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium kórusa is. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Elismerték az eredményes rendőröket és rendészeket. Állománygyűlést rendezett a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet. Tanácskozás. Munkaterv szerinti ülést tartott Kazincbarcika város önkormányzatának képviselőtestülete. Óvizsgála. Több száz óvodás mutatta be tehetségét az Egresiben. A Color TV híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb május 3-án a megszokott időpontban várjuk Önöket. Műsorainkat, híreinket a Color Line-on találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!